Kedves nézők, a háttér vendége a Ceglédi Termálfürdő Kft. Ügyvezetője, Szűcs Ádám. Köszöntöm és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm és köszöntöm a kedves nézőket. Áprilisban arról volt szó, hogy a tél nem volt uborka szezon, és valóban csupa jót tudott mondani a télről. Milyen volt a tavasz? A tavaszról is változatlanul csak csupa jót tudok mondani, tehát az új medencénk maximálisan hozza továbbra is a vártnál jobb eredményeket, tehát továbbra is tartjuk ezt az 50% és a fölötti vendégszámnövekedésünket nap mint nap. Hú, ez viszont ez nagyon-nagyon jó hír. Fejlesztések. Beszéltünk karbantartásról, fejlesztésről áprilisban is. Fejlesztések kapcsán most is van miről szólni. Ugye a legnagyobb fejlesztésünk, amit nem győzünk elégszer elmondani, hogy augusztusban medencét kezdünk építeni. Ugye a szezont megvárjuk, hogy nyugodtan lehessen fürdőzni, majd augusztus 22-én átadjuk a munkaterületet a vállalkozónak, és megkezdődnek a medenceépítési munkálatok. Ez egy újabb medence, ami nyáron hideg, télen melegvizes, ugye? Igen, mondom, igen, viszont igen. Itt ebben lesz úgynevezett masszázs egység is. Igen, tehát ilyen derékmasszázsok lesznek beleépítve több helyen, és ez ugyanúgy a 100 négyzetméteres, nyáron hidegvízű, télen melegvízű medence. Azonban, ha az igény azt kívánja, akkor természetesen nyáron is átállítható akár melegvizesre is. További fejlesztések, beruházások, például napozóágyak, öltözőhelyek. Igen, tehát megújultak a szabadtéri öltözőfülkéink, valljuk őszintén már rájuk fért a csere és a felújítás. Most így az egységes stílusra, erre a kék-fehér színűre alakítottuk át őket, valamint ugye a vendég igényekhez igazodóan jelenleg 200 darab napozóágyjal indítottuk el a szezont, amit úgy az igényekhez hozzá fogunk igazítani, tehát már rendeltünk további napozóágyakat. Igen. Ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy szükség van rá. Igen. Valamint ugye a kempingben is így 18 év után sikerült egy öntözőrendszert kialakítanunk, ami a kemping parcellákat elválasztó sövények csöpögtetését oldja meg, tehát megszűnik az a probléma, hogy folyamatosan csak száradnak ki a sövényeink, így reményeink szerint egész nyáron zöld sövényekkel tudjuk várni a vendégeket. Én arra kérem, hogy maradjunk még a kempingnél, mert arról általában kevesebb szót ejtünk, pedig a kemping is azért megérdemli, hogy szóljunk róla. Mit tud most elmondani a kempinggel kapcsolatban, például a kihasználtság, látogatottság? A kemping kihasználtsága is kimondottan magas, és a nyár folyamán is kimondottan magasnak mondható, már most a foglaltságok alapján. Azt mondom, hogy május eleje óta szabad hétvégével nem rendelkezünk, tehát folyamatos hétvégi foglaltságunk van. Most már ugye a hétköznapokat töltjük folyamatosan fölfelé. És ami még nagyon kiemelkedő, így az idei évre elmondható, hogy nagyon sok helyi és környékbeli osztály választott bennünket osztálykirándulás helyszínéről, hiszen azért mégiscsak az úti költségen nagyon sokat tudnak spórolni az osztályok, és érdemi időt tudnak eltölteni. Tehát ugye nagyon sok lehetőség van a környékben, mind ilyen kalandpark, paintball pálya, de akár a belvárosban is több partnerünk van, akikkel így közös programokat tudunk szervezni, és tudunk kiajánlani osztályoknak. Tehát felfedezték a helyiek is, és gondolom bíznak benne, hogy ez továbbra is, ez a folyamat így marad, hiszen érdemes ide kimenni, helyben van, és jó lehetőségeket kínál. Pontosan ebbe bízunk, hogy egyre több helyi fogja felfedezni a hely adta lehetőségeket. Ceglédfürdő Futófesztivál volt az első, május 28-án. És már lehet tudni azt, hogy tervezik a másodikat 2023. május 27-én. Jelenti ez azt, hogy az első sikerrel zárult? Tehát én most is csak gratulálni tudok a szervezőknek, egy nagyon színvonalas rendezvényt sikerült nekik összehozni a területünk mellé és a területünkre. És így az első sikerén fölbuzdulva meg is állapodtunk a következő dátumban, ami jövő év május 27-e lesz, és ezzel a fürdő, hogy a szabadtéri fürdő nyitási dátuma is ugye megszületett, tehát május 27-én délben, ugyanígy, mint idén, fog nyitni a fürdő. Ezt már most lehet tudni. Ezt már most letisztáztuk, lefixáltuk, és már így készülünk, hogy nyitunk. Legutóbb arról is beszéltünk, hogy június 18-án minden nyit a fürdőben, de ez nem így történt, mert 11-e óta gőzerővel üzemel minden, és a fürdőben, és az is nagyon fontos, hogy változatlan árakon, jelenti az azt, hogy 2020-as árakon. Igen, tehát a nyitásunk dátuma az azért változott meg, ugye beköszöntött a jó idő,
szerencsénkre. Valamint annyi iskolás csoportunk jelentkezett be, akik már szerették volna a csúszdapark szolgáltatásait igénybe venni, hogy így egy héttel előbbre hoztuk a nyitásunkat. Tehát most 11-én, nem 13-án hétfőn például a református iskola 600 gyerkőccel sportnapját megtartotta, és minden napra legalább 3-4 osztály jelentkezett be, így a helyi és a környékbeli iskolákból. Ezért lett a döntés az, hogy nyissunk meg korábban. És minden nyit, és minden megy közelebb. Minden működik, igen. Nagyon pazar. Beszéljünk egy nyertes pályázatról. Erről is szóltunk. Ez most milyen fázisában tart? Energetikai korszerűsítésre gondolok. Hát itt ez egy komoly beruházás. Tehát az önkormányzat 250 millió forintot nyert a fürdő főépületének energetikai korszerűsítésére. A munkálatok a tervezés fázisában vannak, annak is a végén, ha minden jól alakul, tehát így a finom hangolások történnek meg. Terveink szerint a nyár vége környékén kiíródik a közbeszerzési eljárás, és akkor utána pedig szépen folyamatosan át tudunk fordulni a kivitelezés fázisába. Szóltunk már itt egy bizonyos gyógyászati kutatásról, a ceglédi víznek a gyógyhatása kapcsán. Miről tud ezzel kapcsolatban beszámolni? Itt már történt előrelépés ebben a gyógyászati kutatásban, sőt, továbbra is várnak jelentkezőket még. Igen, tehát jelenleg a mai napon kezdődött el az első része a kutatásnak, tehát az első csoport ma kezdett el fürdőzni, tehát ez egy 3 hetes fürdőkúrát jelent mindenkinek, és akkor előtte, utána, valamint 3 hónappal később is van egy vizsgálat. Ugye itt a ceglédi gyógyvíz gyógyhatásait vizsgáljuk ismételten. Maga a vizsgálatnak az apropója az úgy indult, ugye, hogy a fürdő 2004-ben megszerezte a gyógyvízé minősítést, és innentől már csak egy lépcső van hátra, ugye, hogy maga a fürdőt és a környékét gyógyhelyé minősíteni, és ezért kell most ezt a kutatást, vagy ezért szeretnénk most ezt a kutatást véghez vinni, ami az alapja lesz a gyógyhelyé minősítésünknek. És a második ilyen kutatási kör, ahol a új személyeket várunk, és tényleg a jelentkezőket próbáljuk toborozni, az szeptember 6-án kedden fog indulni. Kik jelentkezhetnek, kiket várnak erre a kutatásra, ebbe a második csoportba? Tehát minden 40 és 75 év közötti derékfájással szenvedő ceglédi vagy környékbeli beteget vagy személyt várunk. És ott kint lehet jelentkezni? Megvannak ennek nyilván az elérhetőségei, hogy... Igen, kimondottan a doktornőnél vagy a diszpécsernél. Dr. Tarko Irénnél vagy a diszpécsernél lehet jelentkezni a kutatásra. Szűcs Ádám, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Akkor zárjuk azzal, hogy a Budai úton a fürdő gőzerővel üzemel, és valóban fontos információ, hogy változatlan árak. Igen, tehát ez a változatlan árak, folyamatosan is várunk mindenkit sok szeretettel. Köszönöm, hogy nálunk járt. Jó munkát. Köszönjük szépen. Kedves nézők, műsorunkat sporttal folytatjuk.